Forgatja egy kicsit a víz a csónakot. Jó napot kívánok! Nem kapás volt ez előbb. Harcsát próbáljuk. Teljesen víz átláthatósága szerintem 5 cm-nél nincs több. Azért elhoztam a pontyozót is, hát ha tudok fogni egy keszeget halszeletnek. Megpróbáljuk. Itt van a kés, kaptam a másik helyett. Egy úr küldt egy őrből, és majd ezzel vágjuk fel a keszeget, majd esetleg azt is mutatom, ha sikerül fogni. Hát még egyelőre őszintén sem se volt. Nagyjából kérdezték sokan, hogy mivel harcsázok. Hát ilyen, most ezt a sárga zsinort választottam, hogy rárabolt közben valami, ahogy húztam ki, szerintem kis balin. Ahogy ezt a sárga zsinort választottam, hogy sárga a víz. Na mondom, hát meg ilyen van, tehát. Csak így ide, majd megpróbáljuk kintebb is. Most egy kicsit bentebb, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10-ig tudtam számolni. Elég mély víz van, aztán majd meglátjuk, hogy lesz a harcsa. Vagy hogy egyáltalán fogok-e halat, mert egy keszeget azért jó lenne fogni, ha szeretnek. Szerintem a hely ideális. Mindennek. Ugye ha pont jön, azt esetleg visszadobnám, de hát nem úgy néz ki ebbe a vízbe, hogy akár keszeget, akár pontyot tudnék fogni. De azért egy keszegbe reménykedek. Aztán majd látjuk, hogy hogy lesz. Volt itt valami kis állat. Ahogy ide érkeztem, csendbe érkeztem, róka vagy őz, vagy nem tudom, hát megriasztottam, de inkább róka lehetett. Nem csapott olyan nagyon nagy zajt. Aztán meglátjuk. Kis halmozgást itt láttam már a múltkor. Úgyhogy a halszelettel ott is van, mint a kívánságra jött volna, ott mozdult a kis hal. És hát ezt most nem tudom megfogni, nincs nálam úszós felszerelés, de ha fogok egy karikát, akkor esetleg van esélyem halszelettel süllőt is megpróbálni, meg ugye a méter fölötti harcsára lehet horgászni. Az azt jelenti, hogy ezzel a bottal én már fogtam 12 kilós harcsát, tehát nem olyan játékbot ez, mint ahogy kinéz. Nagyon erős, nagyon szívós kis bot. Ez a bejelentkezés, ez csak a víz átláthatósága miatt volt. Meg lehet, hogy nem is kell beindítani a kamerát, mert nem fogok egy darab halat se, tehát ilyen is van azért a Tiszán. Ez nem egy telepített tó, hogy ha lemegyek halé, tehát van mikor benulláz az ember. Ráadásul nem is vagyok olyan kitartó, mint egyes horgászok, hogy 5-6 óra hosszát képesek kapás nélkül ülni. Hát én nem. De 3 óra hossza után változtatni kell, vagy hazamegyek, vagy valami. Úgyhogy nem vagyok túl kitartó. De hát azért most egy 2 óra hosszát ülök itt a gilisztámmal. Aztán lehet, hogy a pontyozót is átszerelem gilisztázóra. Kaptam Gergőtől harcsázó süllőző horgot. Hát ez a 10 darabos, azt mondja, hogy hát méretre nézem, én sose számra nézem a horgot, hogy ez azért harcsázni is jó, meg süllőzni is. Jó vastag húsú, megtartja a gilisztát, meg a halszeletet is. Aztán majd lesz valami. Hát gondolom, hogy azért a hajabus az nem egy bovli. Úgyhogy ezt Jászberényből kaptam. Mondta, hogy bemondhatom a nevét, nincs probléma. Persze nem biztos, hogy felkerül a videó, mert hogyha lesz akció videó, akkor azt teszem föl, nem ilyen magyarázósat, de azért látszik, hogy
Elég kávészínű bizony a víz. Tehát harcsára van esély.